Habsburg György legutóbb gyermekként édesapjával a trónörökös Habsburg Ottóval járt Nyíregyházán, így nem csoda, hogy kisebb tömeg fogadta a hétfői pódiumbeszélgetésen. A Rotary Klub által szervezett találkozón szó volt többek között a Habsburgok Magyarországhoz fűződő viszonyáról, illetve arról, hogy egy ilyen múltú történelmi család hogyan tud beilleszkedni a 21. században. Nagyon jó gondolom, hogy sikerült, mert hát volt nekem egy példamutató édesapám, aki megmutatta, hogy mi egy ilyen családnak a feladata a 21. században, és hála Istennek nagyon sok idő volt velünk, mert hát az édesapám végül halt meg, hát amikor 98 éves volt, és volt nekem az idő sok idő vele tölteni. Ezért gondolom, hogy elég jó voltam előkészítve. Habsburg György a beszélgetésen elmondta, 1989-ben költözhettek haza Magyarországra, akkor kezdett el magyarul tanulni, majd a 90-es években elinduló kereskedelmi televíziózással foglalkozott, végül pedig diplomáciai pályára lépett. Jelenleg számos közéleti eseményen vesz részt, és bár aktívan nem politizál, a véleménye megvan a világról, valamint az Európai Uniót érintő kérdésekről is. Az Európai Unió válságban van. Ezt gondolom, hogy elég látható. Brexit, hát ez egy végtelen történet, ahol remélem, hogy valamikor egy döntés fog születni, de az Európai Unió keményen ezzel kell foglalkozni, milyen változások történnek Európai Unión belül a jövőben. Nem rossz, amit az Európai Unió tud megmutatni, mert hát amikor kezdődött az Európai Unió működni, tudunk, hogy milyen állapot volt az európai kontinens. Az Európai Uniónak sikerült békés biztonságot felépíteni ebben a kontinensben, hát igazán ebben a kontinensben békés biztonságban élünk, de hát reformok kell, hogy jobban lehetne megmutatni, mit sikerült az Európai Uniónak tenni. Ebben az évben európai parlamenti választások lesznek, és ez a választási idő, ez egy olyan idő, ahol a politikai pártok és a politikusok hát meg kell mutatni, hogy mit csináltak az Európai Parlamentben. Az utolsó magyar király unokája hozzátette, reméli, hogy a választási kampány nem csak belpolitikai és pártpolitikai csatározásokról fog szólni, hanem az uniós tervekről, reformokról és azokról a beszámolókról, amit az elmúlt ciklus eredményeiről kapnak a hazai választópolgárok.